Göndös András Baranya megye főjegyzője április 8-ára írta ki az országgyűlési választásokat Áder János köztársasági elnök, ami azt jelenti, hogy nagy mozgásba indult a hivatali gépezet, egészen pontosan milyenbe is. Hát igen, ugye nekünk ez egy szokásos feladatunk ilyenkor, és nyilván már egyébként a választásokat megelőzően is, hogy nekünk a dolgunk, hogy koordináljuk meg, előkészítsük ugye a választás adminisztratív feladatait, úgyhogy nyilván nekünk egy ilyen bejelentés az duplán fontos, mert ugye azért Baranyában közel 600 helyen szavazhatnak az állampolgárok. Nyilván az, hogy ott minden rendben legyen az, hogy a szavazólapok odaérjenek ahhoz, hogy a szavazatszámla bizottságok el tudják foglalni a helyüket, ahhoz, hogy utána rendben menjenek a dolgok, illetve a választásokat megelőzően, azért ugye a választási szervek a felelősek, és nyilván ugye a területi szinten pedig a területi választási iroda is, és nyilván ennek vezetőjeként én is személyesen, meg nyilván itt a kollégáim is azzal foglalkozunk, hogy az elkövetkező hónapokban az összes olyan háttérfeltétel adott legyen, hogy sikeresen, problémamentesen tudjanak a választások lezajlani. Ez az összes olyan feltétel, ezt gondolom egyrészt a létszám, a személyi feltételek, másrészt a technikai feltételek, az infrastruktúrális háttérnek jelenti. Igen, tehát nyilván a választási szervek azért át, meg a választási irodák arra törekednek, hogy a választópolgárok ugyanazokon a helyszíneken, amiket egyébként a korábbi időszakban megszoktak, azokon tudják tudjanak szavazni. Személyzet szempontjából úgy talán a legizgalmasabb az, hogy ez az időszak adott arra is, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagokat, illetve az országgyűlési egyéni választási bizottsági tagokat, ugye a helyi képviselőtestületek, minden esetben az illetékes testületek újra választják. Nyilván ez február végéig az OEVK esetében, az országgyűlési egyéni választókerületi bizottság esetében február végéig, és március 19-éig pedig a szavazatszámláló bizottság esetében, bizottságok esetében meg kell, hogy történjen a képviselőtesteti döntés ebbe a tekintetbe. Onnantól, hogy nyilvánvalóvá vált az április 8-ai dátum, jó néhány másik dátum is nyilvánvalóvá vált, hiszen erősen kötött ez a rendszer. Ugye talán a legfontosabb mindig a választópolgárok számára, ugye a szavazáskor ugye egy névjegyzéken kell, hogy szerepelnie minden választópolgárnak az, hogy tudjon szavazni. Nyilván van néhány egyéb feltétel, hogy igazolnia kell tudni magát, stb. De ugye a névjegyzék mindig a legizgalmasabb, hogy mi ezeket február 19-éig ki fogjuk küldeni ezeket az értesítőket, amin a választópolgárral a szavazás helyét, a szavazókörnek a helyszínét, illetve azokat az alapadatokat közöljük, amit a választási szervek nyilván tartanak a választópolgárról. Ha valaki esetleg nem kapja meg, vagy esetleg tudja már, hogy a névjegyzékkel kapcsolatban vannak egyedi igényei, hogy máshol szeretne szavazni, mint ahol egyébként a lakcíme van, mert már tudja előre, hogy a másik helyszínen fog tartózkodni, vagy esetleg, amire szintén van lehetőség, és ezt is a választási szervek végzik, hogy mozgóurna igényt szeretnének jelezni, akkor ezeket a választási irodáknál meg lehet tenni. Nyilván a kollégák erre fel vannak készülve. Mindenki ugye a helyben értékes választási irodát kell, hogy ebbe fölkeresse, és kollégák ott rendelkezésre állnak. A pártok számára mik a fontos időpontok? Hát ugye nyilván ott a pártok esetében a kampányidőszak a legizgalmasabb. Ugye itt én azt említeném meg, hát meg nyilván a jelöltállítással kapcsolatos egyes feladatok, hogy a választási kampány ugye a szavazás napján is megy. Néhány speciális kivétellel, ugye a szavazóköröknek a 150 méteres körzetében kampánytevékenységet nem lehet végezni, választási nagygyűlést nem lehet tartani, illetve politikai reklámokat aznap már nem lehet elhelyezni. Nyilván ezek a feltételek mellett gyakorlatilag a kampány az mégiscsak a szavazás napján is megy. Ugye régebben volt arra előírás, hogy a szavazás napján már azt megelőzően ugye meg kellett állítani, és ilyen kampánycsendnek nevezett időszak volt, ez most már ugye nincsen a jogszabályban.